Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 22-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban kiállításokkal és koncertekkel várjuk Önöket. Először is megnyílt a több mint 10 ország közel 700 felbecsülhetetlen értékű Árpád-kori kincsét egy helyen bemutató tárlat. A Királyok és Szentek, az Árpádok kora kiállítás soha együtt még nem látott lelet együttesével ad hűképet hazánk meghatározó évszázadairól. Megnyitott a kapuit Székesfehérváron a több mint 10 ország közel 700 felbecsülhetetlen értékű Árpád-kori kincsét egy helyen bemutató tárlat. Itt láthatóak azok a királykoronázáshoz kapcsolódó kellékek, amelyek már Szent Istvántól tulajdonképpen a királyek koronázása, a kereszténység felvételétől egészen az Árpádház kihalásáig, sőt még azon is túl a 20. századig használata voltak. A Szent István királyi balástjának Pannonhalmi gyönyörű másolata. A kurátor szerint mindegyik kiállítótér unikális a maga nemében, hiszen a magyar királyi kincstár egykor elpusztult, így nagyon kevés a hiteles Árpád-kori lelet. Ezek gyönyörű honfoglaláskori aranyozott ezüst hajfonat korongok, melyek Heves megyéből a Dobó István Már Múzeumból érkeztek a kiállításunkra. Ez egy jó példája annak, hogy a honfoglaló magyarság milyen gyönyörű öltözékben és milyen elegáns és technikailag is hihetetlen szép kivitelű viseletben járt. Ez a hajfonat korong, ugye az, ami fémből megmaradt, valószínűleg ezek pártáról csünkhettek alá, és a nőnek a mellkasán két szalagdíszen csünkhettek, és úgy kerülnek elő a sírból is. Technikájukat tekintve ez a domborított, vésett, poncolt és hátterük aranyozott hajfonatkorongok keleti párhuzamokkal rendelkeznek. A Kaukázus és a Dél-Urál vidékére nyúlnak vissza előzményeik, pont oda, ahol ugye a magyar őshazát is feltételezzük. A tárlatnak a Szent István Király Múzeum megújult épülete ad otthont, ahol az Árpádház programnak köszönhetően immár 1800 négyzetméteren, 17 teremben a legmodernebb múzeumi körülmények között rendezhető meg a soha nem látott léptékű kiállítás. Több mint 40 magyar és 20 külföldi partnerintézmény kölcsönöz tárgyakat az időszaki tárlathoz. Megmentettünk egy ikonikus fehérvári belvárosi épületet, a volt ciszterendházat, és igen, ötvöztük a régit és az újat, hiszen a fogadó tér az egy fekete-fehér, tiszta üveg és acél épület. Másrészt meg tudtuk nyitni ezt a kiállítást itt ebben az újjáépült múzeumi épületben, amely bemutatja az Árpádok művét, az árpádházi királyok művét, azt a 400 évet, amelyben Magyarország és benne Székesfehérvár egy európai szintű és jelentőségű ország és város volt. És nekem személyesen, aki először miniszteri biztosként, majd kormánybiztosként, és mindeközben természetesen Fehérvár országgyűlési képviselőjeként részt vettem ebben a munkában, ez egyrészt megtiszteltetés volt, másrészt egy hihetetlen szellemi izgalmat is jelentett ebben a munkában részt venni. Ma ezt a múzeumot átadjuk a fehérváriaknak, bemutatjuk a fehérváriaknak a kiállítást, hogy mindenki, és aki ide látogat, tudja és érezze, hogy mit jelentett ez a város a középkorban, és mit jelent ma a 21. században. A kiállítás egyik különlegessége Szent István kardja, amely Prágából érkezett haza Székesfehérvárra. Egy fantasztikus kiállítással tudtuk megnyitni ennek a múzeumnak újra a kapuit. Az Árpádházról, az Árpádház koráról, annak hazai nemzetközi vonatkozásairól szól ez a kiállítás, és valóban ennek a kiállításnak számos tárgya, emléke, okirata gyakorlatilag hazatért
a városába, Szent István városába, ennek a korszaknak meghatározó városába, és ezért azt mondom, az emberek szívének, lelkének nagyon kedves ez a kiállítás. Jól jelzi, hogy hétköznap kora délután is óriási tömeg jött el a megnyitóra, és biztos vagyok benne, hogy a következő hetekben is nagyon-nagyon sokan fognak eljönni. Szeretettel várunk mindenkit, Szent István Király Múzeum belváros főutcánknak a közepén, nem lehet eltéveszteni, a benne lévő kiállítást meg nem lehet semmivel összekeverni, mert hogy így ez a gyűjtemény még soha nem volt együtt, és lehet, hogy soha többet nem is lesz. Úgyhogy szerintem érdemes ezt a következő hetekben, hónapokban itt Fehérváron megnézni. Ezer éves tárgyak találkoztak itt Fehérváron. Igen, hát ez különös élmény egy-egy ilyen tárgyra, okiratra, dokumentumra ránézni, rácsodálkozni, kicsit utána olvasni, hogy mikor, hogyan keletkezett, hol van jelenleg, honnan érkezett, hiszen tudni kell, hogy mindegy 10 országból érkezett ez a több mint 700 tárgy, amiben nagyon pici és viszonylag nagy, viszont nagyon-nagyon értékes gyűjtemény, egész kiadó tárgyak vannak. Úgyhogy szerintem tényleg szívéhez, lelkéhez szól mindenkinek ez a kiállítás. Az én megközelítésemben ez a kiállítás, amit ma megnyitunk, három dolognak a dicséretéről szól. Egyrészt Szent István művének és az Árpádházi dinasztia művének a dicséretéről, az államalapítás nagyszerűségéről, másrészt a keresztény művészet, a keresztény kultúra dicséretéről, harmadrészt pedig a régészet, a régészek munkájának az elismeréséről. Mire is gondolok? Ha Györffy György nagyívű művének az üzenetére, István király és műve című könyvének a legfőbb üzenetére gondolok, hogy mi is volt az Árpád kornak a legfőbb eredménye, az valójában nem más, mint hogy mi most itt lehetünk. Hogy államalkotó nemzetként Európában létezhetünk, miközben az elmúlt bő 1000 év nemzetek temetőjévé tette Európa bizonyos részeit. A kiállítás megszervezésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az itt álló vezetők, intézmények, együttműködések bizonyítják azt, hogy egy több mint 100 éve dédelgetett álmot meg lehet valósítani, ahogy előtte mondta főigazgató úr is, kellő alázattal, együttműködéssel, és ahogy mondta országgyűlési képviselő úr is, meg annyi levelezéssel, telefonnal, egyeztetéssel. Ez a mai kiállítás, amit megnyitunk, valóban egy történelmi kiállítást, nem csak a kornak a maga természetességéből fakadóan, hanem azért is egy történelmi kiállítás, mert ma egy olyan kiállítást nyílik itt meg Székesfehérvár szívében, ami tényleg a magyarságról szól, a magyar teljesítményeket, magyar értékeket, magyar olyan tükröket, személyeket, példaképeket láthatunk, amik a mai napig mindenkinek jó vezetőül szolgálhatnak. A tárlaton szerepel többek között a feltehetően 13. század közepén keletkezett Ó Magyar Mária síralom, lehel kürtje, egy árpádkori eskü kereszt és egy kettős kereszttel ellátott kora árpádkori magyar zászló. Ez utóbbi ritkasága a svájci magyar nagykövetség közreműködésével kerülhetett a kiállításra. Látható a koronázási palás 1613-ban készült másolata Pannonhalmáról és számos honfoglalás kori aranylelet is. Aki az Istentől, a magyar nemzetnek első zsengéjét, hozzá hitnek, hirdeti a Krisztus, édes nemzetünknek. A Királyok és Szentek az Árpádok kora című tárlat közösségi megnyitóját pénteken a főutcai múzeum épület előtt tartották, ahol kulturális programok sora is várta az érdeklődőket.
A Szent István Király Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet közös szervezésében eddig soha nem látott tárlat valósult meg. Kivételes hangversennyel búcsúzott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar az idei ünnepi bérletsorozattól. A Budai úti református templomban Bach Máté Passiójának dallamai csendültek fel Pad Zoltán, Liszt Díjas karnagy vezényletével. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar ünnepi bérletének záróestjén az európai zenetörténet egyik legnagyobb alkotásában Johann Sebastian Bach 1727-ben bemutatott monumentális Mátai passiójában mélyülhettek el a zenebarátok a Budai úti református templomban rendezett hangversenyen. Ez egy örök időkre szóló darab, olyan üzenete van, amely minden kornak, minden gyermekét meg tudja szólítani. Zeneileg az egyik legösszetettebb darab, amit valaha leírtak, és olyan mélységeket mutat meg, mind kompozíciósan, mind az emberi lélek rezdüléseit, illetően Bach, amely azt hiszem, hogy minden időkbe beírta magát a zenetörténetbe. A koncerten a kórus és szólótételek sorában drámai erővel megelevenítő kompozíció előadásában a kiváló énekes szólisták mellett közreműködött az Arsz Oratória Kamarakórus és a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkórusai. Ezzel a gyermekkarral, akikkel a nyitókórusban mintegy 8 percet énekelünk, egy olyan lehetőséget, ahol a gyerekeknek is megmutatjuk ezt a csodálatos művet, ha máshol nem, de nyitó néhány percben, és hát nagy-nagy lelkesedéssel és örömmel egyre inkább ráismerve ennek a szépségére, rá érezve énekelnek ők is, hiszen a mai főpróbán hallották először azt teljes egészében, ahogy szól ez. Ők egy koráldallamot énekelnek, egy gyönyörű koráldallamot, amely körül, alatta, fölötte, mellette zsong a kórus, és egy fantasztikusan izgalmas és gazdag, óriási tétel, amiben ők, az ártatlan gyermekek egy koráldallammal idézik fel Jézust. A megváltó szenvedés történetének megelevenítésével a szimfonikus zenekar a nagybőti időszak elmélkedését, lelki elmélyülését szeretette volna segíteni a zene erejével a zenetörténet egyik legmonumentálisabb művén keresztül. Böjt van, húsvétra készülünk, és így a böjt közepén nem is tudjuk, hogy is nevezzük ezt a koncertet, hogy böjti koncert, passió koncert, húsvéti koncert, mindez így egybe, hiszen ebbe a monumentális műbe mindez így megfogalmazódik. Jézus Krisztus személye, kicsoda ő, miért jött, és ez mit jelent az életünkre nézve, hogy meghirdette Isten országát közöttünk, hogy meghalt értünk, miattunk és helyettünk a kereszten, de föltámadt a harmadik napon, ami üdvösségünkre, ami megigazulásunkra, hogy Isten gyermekei lehessünk. Igen, ez egy örök érvényű üzenet, és így készülünk karácsony után második legszentebb ünnepünkre. Március 17-én csütörtökön a Somorjai Bérlet a Szent István teremben tartandó záróestjén az Alba Régia Szimfonikus Zenekar muzsikusai lépnek fel szólista szerepben egy színes és nem mindennapi program előadóiként.
Csóri Sándor estet rendeztek a Szent István Művelődési Házban. A találkozónak költő író verseiből, prózáiból, illetve megzenésített költeményeiből kaphattak válogatást az érdeklődők. Ünnep a hegyen címmel a Szent István Művelődési Ház adott otthont annak a zenés irodalmi esnek, amelynek keretében Csóri Sándorra emlékeztek. Bakonyi István, a Csóri Sándor Társaság elnöke köszöntőjében kiemelte az életmű sokszínűségét, amely a mának is irányt mutat. A Csóri Sándor Társaság abban különbözik más irodalmi társaságoktól, hogy mi egyetlen életműre építjük a tevékenységünket, annak a költőnek az életművére, aki oly sokat járt Székesfehérváron is, tehát az egyetemes magyar kultúrának, egyetemes magyar irodalomnak egyik kiemelkedő alkotója. De úgy gondoltuk a megalakulás pillanatában is, hogy egy olyan szerzőről van szó, aki nem csak a versírásban, nem csak az irodalomban, hanem az egész népi kultúra népszerűsítésében is fontos tevékenységet folytatott, hogy akkor a programjainkat is úgy próbáljuk szervezni, hogy ezek a testvérmúzsák találkozhassanak. És nem túl gyakran szervezünk programokat, de igyekszünk ezeken az esteken valami olyat letenni az asztalra, ami hát éppenséggel ezeket az érintkezési pontokat is felmutatja. Annál is inkább, mert végül is ma azt hiszem viszonylag kevesebb szó esik ezekről a törvényszerűségekről, ezekről az érintkezési pontokról. Nem feledvén persze, hogy elsősorban a költői életmű a számunkra legfontosabb, de ez a mai este is azt igazolja, azt hiszem, hogy ezek a különböző művészeti területek nagyon szépen megférnek egymással. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy ma este nyilván ez egy fontos pillanat a Csóri Sándor Társaság életében is. Igen, ugye a járványos idők kicsit megakasztották a mi tevékenységünket is az elmúlt években, de remélhetőleg most újra talapra tudunk állni, és akkor olyan programokat tudunk szervezni, amelyek remélhetőleg sok embert is érintenek a társaság tagságán kívül. A Kossuth és József Attila díjas költő életművéből versben és prózában Varga Gabriella, a Vörösmarty Színház színművésze idézte meg az alkotó örökérvényű gondolatait. Mindig egyszerre megtisztelő, és pont ezért ilyen felelősségteljes is, hogy az ember megfelelő méltósággal közvetítse azokat a sorokat és azokat a gondolatokat, amikor ilyen nagyszerű szellem, amit papírra vetett. De egyúttal nyilván mindig egy nagyon, nagyon szép kihívás is, hiszen én is nyilván már évekkel ezelőtt hallottam az ő nevét, sőt az Anyám Fekete Rózsa című versét már sokkal régebbről ismerem. De ilyenkor, ha ezt így megoszthatom, hogy személyesen bennem mi történt, hogy így jó pár év távlatából, hogy az emberrel már így mindenféle dolog történt, akár az édesanyjával, vagy találkozott a halállal, vagy ilyesmi. Most ez egy különös találkozás volt, különben akár az anyám szavai, így konkrétan a nagymamám, aki egy pár éve hunyt el, és nagyon közel állt hozzám, vagy a Furulya csonka szánkon című, amit egy ugye, halálra írt. És szóval ez most így személyesen is egy újbóli találkozás számomra. Baller Bianca számára is fontosak Csóri Sándor üzenetei, olyan mélységeket és játékos gondolatsorokat fogalmaz meg, amely minden korosztályt megragad. Nagyon megtisztelő érzés volt, amikor István felkért minket, vagyis hát két fiút szeretett volna, vagyis egy fiút, egy lányt, de sajnos a fiúk nem értek rá, úgyhogy mi jöttünk Gabival, és én nagyon örültem, mert mindig nagyon jó érzés elővenni egy-egy költőt vagy írót, akikkel mondjuk régebben olvastunk. És hát azért szerintem a versmondás az egy nagyon nehéz műfaj. Szerintem mondjuk nagyon sok vers kifejezetten olvasásra van, vagy sokszor tényleg nagyon nehéz őket úgy elmondani, hogy az ne csak egy szavalás legyen, hanem mondjuk legyen benne érzelem, vagy én mindig nagyon-nagyon szerettem egyébként a verseket. Gimnáziumban is emelt magyarból érettségiztem, és nagyon szerettem verseket elemezni és versekkel foglalkozni, és kifejezetten jó érzés volt most olvasni ezeket a verseket. Egyébként nekem a Levél Gregori Korszó amerikai költőnek
vers tetszett a legjobban, aminek szerintem nagyon-nagyon jó a humora. És ezt elolvassam fel, hogy autót lopni jó lehet, ha már halhatatlanságot nem lehet. S konzervdobozzal harangozni, ha már Krisztus lábával nem lehet. A népi kultúrához is közel álló legenda megzenésített versei Berki Lilla és Varró János előadásában szólaltak meg a találkozón. Olyannyira egytőről fakadt, hogy amellett, hogy örökkérvényűek a versei, azt gondolom, hogy annyira egyértelmű volt és adta magát, hogy a népdalszerű verseit mi sem volt természetesebb, mint ő adott népdalok dallamára ráültetni. Így mi úgy emlékezünk az ő munkásságára mai napon, hogy Széki lassú dallamára fog elhangozni például az Anyám fekete rózsa, de lesz itt Gyimesi keserves, mezőföldi népdalok, hortobágyi népdalok, és természetesen egy délalföldi tekerős dallam is. A Csóri Sándor Társaság a közeljövőben is tervez programokat. Április 8-án egy könyvemutató kapcsán Novák Péter vendégeskedik Székesfehérváron. Virágkoncertre invitálta a zenebarátokat a Szent István Művelődési Ház. Az esten Kópiás Gabriella fúvola és énekművész lépett fel Tóka Szabolcs zongoraművész kíséretében. Lencsés Rita fitoterapeuta köszöntötte a zenebarátokat a Szent István Művelődési Házban, Kópiás Gabriella Virágkoncert című tavaszváró estjén, majd Lerner Zsolt kultúráért felelős alpolgármester mondta el gondolatait a művész egyedülálló műsor sorozatáról. Nagy köszönet Kópiás Gabriellának, és örülök, hogy van nekünk itt Fehérváron egy ilyen humanista, klasszikus humanista művésznünk. Ugye Gabrielláról azt kell tudni, hogy nem csak zenepedagógus, fuvola és énekművész, hanem a botanikai festészetnek a művelője és tanítója is egyben. Ezen kívül még számos más művészeti ágban tevékenykedik. És jó, hogyha van a városnak egy, illetve egy több ilyen művész, ettől lesz élénk majd a kultúrája a városnak, illetve ettől élénk a kultúrája a városnak. Az esten Kópiás Gabriella ezúttal is bizonyította kivételes kvalitásait, Tóka Szabolcs zongora kíséretével, fuvola művészként és énekművészként is olyan dalokat szólaltatott meg, amelyek bizonyosan megdobogtatták a látogatók szívét. Gondoltam most, mielőtt készültem erre a mai napra, hogy azt hiszem, hogy sokunk szívében van egy megfogalmazhatatlan érzés, talán egy kis szorongásnak is nevezhetjük ezt. És azt nem tudjuk ígérni, hogy ezt teljesen elfújjuk, és meg nem történté, vagy nem létezővé tesszük.
de amit ígérni tudunk, az az, hogy egy órán keresztül megpróbáljuk a létezésünket, a létünknek az értelmét, a születést, a virágzást és az elmúlást a virágok szemszögéből megélni. Ilyen darabokat válogattam össze. Nagyon nagy munka volt, mire a fuvola, az ének, a magyar, a német, a klasszikus zene, a chanson úgy egymás utáni sorrendbe került, hogy az stimmeljen, és remélem, hogy sokaknak tudunk ezzel örömet okozni. Nagyon fontos ez a nap mindenféle értelemben, hiszen azért a koronavírus járvány, illetve a jelen háború is rányomja a mindennapjainkra a bélyegét. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy ilyen értelemben is jó úton jár Fehérvár, hiszen a művészet az, ami adott esetben kikapcsol. Igen, azt gondolom, hogy a zene gyógyítani képes, főleg ezek a gyönyörű dallamok, úgyhogy ezúton szeretnénk meghívni a közönséget, hogy egy kicsit örüljön velünk, kicsit engedje el a lelkét, és talán ezeken a melódiákon keresztül gyógyulni tudunk, vigasztalódni tudunk, és egyen jobban megértjük a létezésünk értelmét. A művész által megfogalmazott cél teljesült, olyan dallamok csendültek fel, amelyek megerősítést jelentettek a klasszikus dallamvilág kedvelőinek. Jó hír még, hogy a műsor sorozat folytatódik, a virágkoncert következő előadására május 19-én csütörtökön kerül sor a Szent István Művelődési Ház Szent Imre termében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!